Hát nem menjetek el olyan messzire, következő fellépőnk előadást fog tartani, aki nem más, mint Drake, azaz Koltai Csaba. 2014 óta ismerkedik és foglalkozik a cosplay-jel, és annak minden bugyrával fog benneteket majd megismertetni, cosplay-es készítésekkel. Annyit előjáróban lehet róla tudni, hogy 2019-ben megnyerte az online tartott BlizzCon-t, mint cosplayes, ugye, kategóriában, és az egyik barátjával közösen alkottak egy céget, amivel propokat készítenek. Fogadjátok nagy tapsal Koltai Csabát, az a Drake-et! Sziasztok! Bemutatkoznék még egyszer, Koltai Csaba alias Drake. Hú, hol is kezdjem? Itt már elég jól felvezettek, az az igazság. Igen, tehát a kezdetek. Ugye minden cosplayer úgymond elkezdi valahol. Engem egy nagyon kedves ismerősöm vezetett be ebbe annó 2014-ben, illetve egy programot mutatott be, aminek a Papekura a neve. Itt igazából papír sablonokból lehet 3D-s objektumokat csinálni, különböző technikákkal ezeket lehet keményíteni, és ezáltal lehet akár kész páncélokat, vagy bármilyen kiegészítőt csinálni. Tehát, hogy még a úgymond profik is elkezdik valahol. Aztán, ahogy haladtunk előre, megszületett az első koncepció, a legelső jelmezem. Ez 2015-ben készült el, és akkor annó egy Play-ten voltam vele életem legelső versenyén. Ez a Hellgate Londonból készült egy templár karakter, anyagában teljesen evafoamból, általában ugye ez a legismertebb használt anyag a cosplayesek terén. Aztán, ahogy mentünk előre, meglett a legelső nyereményem is, a legelső, vagyis hát akkor már második versenyemen. Mindjárt ráadásul 3 nyereménnyel tértem akkor haza. Itt picit már másabb technológiát használtam. Itt ugyanazt a Papekura technológiát, ami a legelső képen volt, csak éppenséggel itt ki volt már keményítve műgyantával, hogy tényleg egy kicsit keményebb vázat kapjon és trapabíróbb legyen. Ez már egy kicsit komolyabb dolgokat, szerszámokat, műhelyet igényel, illetve komolyabb hát odafigyelést, ugye, mert itt azért elég veszélyes anyagokkal tud dolgozni az ember. Aztán sok-sok jelmez után a legnagyobb dicsőségem, amit itt már el is mondtak előttem, 2019-ben a Blizzard a Covid-ra való tekintettel meg online rendezte meg a BlizzConját. Egy nagyon komoly selejtezőn mentem át, és bejutottam a legjobbak közé. Sőt, az a megtiszteltetésért, hogy ráadásul sikerült megnyernem és elhoznom a legelső helyet ezzel a Protoss cosplay-jel, aminek a fotóit egyébként András barátomnak köszönhetem. A standomnál egyébként a fotók is, illetve a jelmeznek egy kiállított darabja is megtekinthető. Ez teljes mértékben evafoamból készült, és még így is egyébként hatalmas nagy kihívás volt, mivel nagyon-nagyon kellett figyelni arra, hogy minden nagyon-nagyon tényleg ott legyen a helyén, mert azért tényleg egy Blizzard versenyről volt szó. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, a hobbiból munka lett, olyannyira, hogy egy nagyon-nagyon jó barátommal, Ipsit Zoltánnal közösen elkezdtünk dolgozni, alapítottunk úgymond egy kisebb céget, a Dreamcraft Props-t, és elkezdtünk megrendelésre cégeknek, magánembereknek dolgozni. A legelső elkészült úgymond díszletelemünk, az a Vault 51-ben meg is található. Ez egy teljesen működőképes ajtó, egy tolóajtó. És igazából ez indított el minket a pályán, aztán igazából folyamatosan elkezdtük csinálni a hasonló dolgokat, ami egészen odáig jutott, hogy a Vault 37-et, illetve a Vault 51-et kompletten, a teljes dekorációját mi terveztük, illetve mi valósítottuk meg. Tehát mind a kettőnk életében ez volt az első olyan nagyon nagy szabású munka, ami tényleg nagyon nagy odafigyelést igényelt, rengeteg türelmet, rengeteg időt, de menjetek el, nézzétek meg, szerintem megéri.
Itt ugyanúgy a Vaultból láthatóak majd különböző díszletelemek, akár egy Star Wars, akár egy Skifi. Próbáltuk minél jobban úgy visszaadni azt, hogy tényleg az ember, hogyha oda megy, akkor a helyszínen érezze magát egyrészt. Másrészt viszont nagyon-nagyon figyelni kellett, mivel ugye ezek már úgymond nem olyan jellegű dolgok, hogy az ember évente kétszer felveszi, mint mondjuk egy jelmezt, hanem ezek folyamatosan használatban lévő dolgok. Tehát itt az anyagválasztásnál is nagyon figyelni kell arra, a kivitelezésnél, hogy minden úgy mondta, hogy az egyik ismerősünk mondta, hülye biztos legyen, mert hát muszáj. Különböző technikákat használtunk az épületek, illetve a díszletelemek megépítésénél. Tényleg itt az asztalos munkán át, a burkoláson át, akár teljesen működő kandallókat is lehet csinálni, mint díszletelem. Aztán Zolival megkeresett minket egy külföldi srác, és az első külföldi megrendelésünk egy komplett mandalóri páncél volt, ami akkor az első évaddal nagyon-nagyon berobbant, és hát így elmondhattuk azt is, hogy akkor most már tudtunk úgymond határon túlra is dolgozni, kicsit nagyobb léptékben. Azért ez egy cosplayer életében, mikor tényleg lépi előre a lépcsőket, nem csak akár a versenyek folyamán, hanem a visszajelzések során, a megkeresések által, hogy az embert kik azok, akik megkeresik, milyen dolgokkal keresik meg, ez, én azt mondom, hogy ez egy hatalmas nagy élmény, és tényleg, tehát, hogy mi ezt ugye nagyon szeretjük csinálni, és igazából nagyon szerencsések vagyunk, mert effektív a hobbink, az imádott hobbink lett úgymond a munkánk. Aztán ugye nem álltunk meg, folyamatosan ugye készítettük a különböző propokat mindenféle embereknek, rendezvényekre, akár énekeseknek maszkot, akár pankrátoroknak is készítettünk például. Tehát nagyon sokféle volt az a megkeresések száma. Itt egyre jobban bővült ugye az anyagkínálattól elkezdve igazából minden. Akár a 3D nyomtatáson át a műgyanta öntésig mindenféle technikát ugye bevetett az ember. Különböző fegyvereken át a különböző kiegészítőkig mindenféle ajándéktárgy, igazából mikor, mivel találtak meg minket, ami tényleg, hogyha bemegy az ember a boltban, nem kaphatta meg. Ám bár ugye ezek drágábbak, mint egy bolti dolog, mert ugye ezek 100%-ban kézzel készül dolgok, illetve ugye az adott illető, a megrendelőnek a kínje, kínja, csínje, bínjára lettek ugye megvalósítva. Ez is például egy énekesnek a mikrofon állványa, amit hát elég keményen zúznak a színpadon. Ez is egyébként megtekinthető a pultomnál. Most kölcsön kértem, hogy bemutassam, mert tényleg egy remek darab lett. Aztán egy komplett cosplay Laci barátomnak, teljes mértékben ugye bőrből készült mervéltel, egy műgyantás sisakkal, amit ráadásul még a Disneynek az 501-es légiója is, vagyis hát a Rebel Legionje is elfogadott, mint filmhű, vagyis hát játékhű jelmez. Na de ugye miben is másabb egy propmaker, mint egy cosplayer? Ezzel nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, miközben csináltam a diát, de azt kell, hogy mondjam, hogy igazából túl nagy különbség nincsen. Inkább csak az, hogy még egy cosplayer megcsinál egy jelmezt, hát van, aki kicsit gyengébb minőségben, van, aki ugye sokkal ügyesebben, van, aki ugye nagyon sokat fejlődik ugye egy jelmez által, vagy nagyon sokat tanul egy régi jelmeznek a hibáiból. És ugye ő fölveszi egy-egy rendezvényre, és a legtöbb esetben ennyi is volt a cosplay, tehát ugye ezek inkább alkalmi dolgok. Míg egy propmaker általában hosszú távra készít dolgokat, tehát ezek általában tartós dolgok. Úgyhogy ugye ez egy nagyon nagy fő különbség abban, hogy tényleg egy cosplayer miben különbözik egy propmakertől, avagy fordítva. Illetve ugye ha már propmaker az ember, akkor a legtöbb esetben ugye a különböző megrendelések, azok, amik ugye nagyon tarkítják ugye a tárházat, nagyon nagy anyagkínálattal, illetve technikai tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy ugye különböző úgymond kihívásoknak, megrendeléseknek ugye megfeleljen az ember. Ez mellett egyébként ugye a filmeknél is, és vagyok olyan szerencsés helyzetben,
hogy nem is olyan régen sikerült kettő hatalmas nagy filmstúdiónak is egy hollywoodi filmben, vagy hát két hollywoodi filmben dolgozni. Az egyik a Paramount, a másik pedig a Disney által forgalmazott film. Sajnos az az igazság, hogy erről túl sok mindent nem mondhatok, mert nagyon-nagyon komoly titoktartási szerződés köt. Sajnos ezért képeket sem tudok mutatni, pedig nagyon-nagyon szívesen mutogatnék erről képeket, illetve órákon át lehetne erről beszélni, hogy egyébként egy forgatás hogyan és mint zajlik, hogy miben másabb. Viszont van, amiről tudok beszélni, ugyanis nem is olyan nagyon régen egy barátom által egy hazai filmes produkcióba is sikerült úgymond jelmezeket készítenem. Ez nem más, mint a Gazemberek című film. Ez igazából a napokban lesz az utolsó forgatási napja a filmnek, és nem sokára vágópultra kerül, és ki fog jönni. Én azt mondom, hogy láttam a szereplőgárdát, hát hatalmas színészek vannak benne, nagyon-nagyon sok Jászai Mari díjas és egyéb díjas színész található meg benne, úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes lesz megnézni. Viszont ebből fogok tudni nektek mutatni kettő darab jelmezt, ugyanis a filmes produkció beleegyezett abba, hogy ezen a rendezvényen úgymond publikáljuk kettő darab szereplőnek a jelmezét, illetve magukat a szereplőket is egyébként, akik játszani fogják ezeket a szerepeket. Tehát jelenleg a két ember, akit most a színpadra fogok szólítani, nem csak a jelmezt vette fel, hanem ők is játszanak a filmben. Úgyhogy szeretném megkérni Mihály arkangyalunkat, Bajkál Sándort, hogy fáradjon a színpadra. És Bánfalvi Rihárdot, mint a démon. Nagy tapsot nekik, megérdemlik. Végig szenvedték a filmnek minden egyes mozdulatát. Ők, mint a jó és a rossz, folyamatosan ott vannak a filmben, a főszereplőnk vállán, mint a féle angyal és ördög. Inkább erre jövök, mert félek tőle. Na de miben is különbözik ugye egy filmes jelmez a sima cosplaytől? Tehát ugye már mondottam azt, hogy itt ugye nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen anyagokat használ az ember, ugyanis ugye a srácok egy nagyon-nagyon komoly koreográfiát raktak össze, tehát hogy ők ezt nem csak úgymond himi-humi eljátszák, hogy verekednek, hanem ők tényleg verekednek ezekkel a fegyverekkel. És ugye ezért ezeket a dolgokat ki is kell bírni a jelmeznek, tehát nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ugye ebben az esetben egyébként az ember mi az, amit választ. Jelen esetben a választás mind a kettőjük esetében a bőrre esett, mint alapanyag. Annyi különbséggel, hogy míg az ördögnél vagy a démonnál ugye teljes mértékben a bőr maradt meg, mint olyan, hogy ugye egy pikkelyvért által. Egyébként fiatal ember külön azért is tapsot érdemel, mert maga jelmez annak ellenére, hogy nagyon könnyűnek tűnik, nem egy könnyű darab, 10x kiló. Tehát eddig bárkinek odaadtuk, hogy figyelj, légy szíves, fog már meg, mindenki, oh, jaj, úristen, ebbe hogy lehet mozogni? Hát lehet. Csak ehhez is ugye megfelelő előképzettség kell. Míg ugye Mihálynál ugyanígy a bőr az, ami egyébként alapul szolgált, mint strapabíró anyag, viszont tekintve, hogy angyal vagy? Jó, az. Tollak fedik teljes mértékben ugye a páncél részét. A koncepció teljes mértékben a srácokkal egyeztetve egyedi tervezés alapján készült, teljes mértékben, ugye, mint ahogy a filmekben is szokás, mivel ez egy film, az ő méretükre készült, mert ugye ez is nagyon-nagyon fontos, hogy lehet tömeggyártani akár a statisztáknak, vagy egyéb mellőszereplőknek ruhadarabokat, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a főbb színészeknek csak is kizárólagosan mindig egyedileg méretre gyártott jelmezt és ruhát lehet. Két dolog miatt is, egyrészt azért, mert hogyha mozogni kell benne, akkor azt kényelmesen meg lehessen tenni, másrészt meg azért is, hogyha ránéz az ember, akkor tényleg elhiggye, hogy ez a jó, nem csak leakasztottam valaki ruhatárából, vagy a kölcsönzőből, és akkor fölvettem. Úgyhogy
Én azt mondom, hogy érdemes lesz tényleg még egyszer megnézni ezt a filmet, nem csak a jelmezek miatt, de azért is, amit tényleg ők művelnek benne. Én láttam őket gyakorlás közben, hát minden tiszteletem az övék. De visszakanyarodva ugye a filmekhez, nem csak a jelmezek nagyon fontosak, hanem ugye a kiegészítők is, amiket ugye viselnek általában. Legtöbb esetben ugye ilyen dolgok a fegyverek is. Ugye a legtöbb cosplayer általában ugye megcsinálja mondjuk evafoamból, vagy XPS-ből, akár fából, ami már ugye mondjuk egy picit tartósabb, de nagyobb ügyességet is kíván. Viszont ugye egy filmnél nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen anyagokat használ. Egyrészt ugye pont azért, amiért a páncélok esetében, vagy a ruhadarabok esetében is, hogy muszáj ugye kibírniuk azt a fajta mozgást. Természetesen a fegyvereknél az még fontosabb, ugyanis muszáj kibírniuk ugye egy úgymond tényleges harcot, vagy egy tényleges összecsapást is. És igen, tehát erre is különböző anyagok vannak. Jelen esetben a fegyvereket nem én készítettem a srácoknak időhiányában, hanem egy másik prop készítő. Viszont... Hogy hívják? Igen, tehát ezek a kiegészítőket egyébként szilikarttal készítettem, már mint a két fegyvert. Ő sajnos nem tud jelen lenni, ő egyébként a Vike Propsnál dolgozik, akik megint csak ugye rengeteg filmben vesznek részt, nagyon-nagyon nagy nevű filmekben. Nem tudom, szerintetek megkérhetjük a fiúkat, hogy demonstrálják, hogy egyébként ezek a fegyverek mennyire ütőképesek, vagy mennyire bírják ki? Fiúk? Sanyi? Jó, hát akkor nézzük meg, hogy egyébként egy ilyen fegyver, ami filmes fegyver, hogy hogyan néz ki a valóságban, és nem a képernyőn, mert ugye a képernyő általában nagyon-nagyon csal, mert ugye azt hitetnek el velünk, amit akarnak. Viszont élőben, hát élőben így zajlik, hogy először megbeszélik, hogy mit csinálnak, és akkor csinálják. Adok egy kis helyet a fiúknak, még mielőtt bennem is kárt tesznek, vagy bennem kárt tesznek, mert a fegyverekben ugye nem tudnak. Szerintem mehetsz. A közönség már nagyon várja, hogy lássanak valamit. Tehát ahogy látjuk, a fiúk nagyon-nagyon nem kimélik egymást, tehát hogy itt teljes erőbedobással, nem himi-humi módon mellé ütnek, vagy csak imitálják az ütéseket, és kibírja a fegyver. Tehát ugye ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon fő szempont. A másik nagyon-nagyon fő szempont, hogy ugye ezek azért nem lehetnek fémből, mert ugye nagyon sok esetben ugye nem kettő képzett harcos vív egymással, hanem nagyon sok esetben mondjuk egy harcos és egy színész vív egymással. És ugye hát a színészekről azért tudjuk, hogy nem mindegyik tudja magát annyira jól eladni gyakorlás terén vagy harc terén. Ezért ugye elég veszélyes lenne az, hogyha emberünk mondjuk egy fémmel nekirontana a másiknak. És ugye pont ezért szoktak úgymond olyan filmes fegyvereket készíteni, amik ám bár megjelenésükben teljes mértékben elhitetik az emberrel azt, hogy ezek tényleg igazi fegyverek, viszont hát azért ezzel is lehet kárt tenni a másikban, de mégsem, hogyha megütik az embert, mégsem egy fém érzetét keltik. Kiegészítők. Ugye nagyon sokszor vannak olyan kiegészítők a filmben, amiket egyébként az ember nem is lát, vagy nem vesz észre. Persze egyébként vannak olyan szemfüles emberek, akik szeretnek az ilyenekre utazni, hogy az a pohár az még az előző snitben nem ott volt, úgyhogy valaki valamit elszúrt. Vannak ilyen kiélezett helyzetek, erre egyébként külön személyzet van, aki nagyon odafigyel arra, hogy minden a helyén legyen, de ugye ugyanúgy, ahogy a jelmezeknek és a kiegészítőknek, a fegyvereknek ott kell lenni, hogy tényleg elhitessék az emberrel azt, hogy ez micsoda, a legtöbb díszletelemnek is ugye ilyennek kell lenni, és itt szerintem lehet, hogy vissza is kanyarodok a picit így a díszletelemekhez, hogy az ember, hogyha ugye általában ránéz egy úgynevezett díszletelemre, akkor érzékeli azt, hogy na, akkor itt fém van, akkor itt fa van itt, akkor kő van,
holott a legtöbb esetben ugye ez mind kamu az egész. Tehát legtöbb esetben a film semmi másról nem szól, csak a kamuról, hogy az emberekkel elhitessék azt, hogy amit látnak, az valós. De ugye ennek a kamunak nagyon-nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy ugye az emberek ténylegesen elhiggyék azt, hogy ugye valami valós. Ugye ez nagyon sok esetben ott nyilvánul meg, hogy nem mindegy, hogy ugye az ember milyen anyagot használ, nem mindegy, hogy milyen felületkezelést használ, és legutolsó sorban nagyon nem mindegy az, hogy milyen festést használ. A legtöbb esetben mindig a festés az, ami az emberrel elhiteti azt, hogy ez a valami tényleg valós, és hogyha megnézzük akár itt Ricsi vagy Sanyi kezében ugye a fegyvereket, itt is az ember, hogyha ránéz, elhiszi, hogy ezek fémek. Mert ugye olyan technikával, olyan anyaggal van lekezelve, lefestve, hogy ránézésre az ember tényleg elhiggye, hogy ezek igaziak. Ugyanez van ugye a díszleteknél is, hogy ha ránézünk, hát mondjuk, hogyha nektek jobb oldal, igen, ha a nagy kandallót megnézzük, hát ilyen termésköveket az ember, ha elkezdene lehordani egy pincébe és összerakni belőle egy ekkora kandallót, hát szerintem elég jól meggyűlne vele a baja, de ez is igazából pusztán kamu az egész, mert modern anyagokból van teljes mértékben építve, és ha hiszitek, ha nem, egy darab követ nem tartalmaz. Tehát nem hogy terméskövet, még beton jellegű követ sem. Pusztán csemperagasztóból készült az egész külső borítás, csak maga a textúra úgy van kialakítva, illetve úgy van megcsinálva a felület, illetve úgy van megfestve, hogy az ember ténylegesen elhiszi, hogy ugye ez kőből van. Mik azok az anyagok, amiket ugye ismerni kell egy propmakernek? Ugye még egy cosplayer azt mondja, hogy a legtöbb esetben ő megelégedik azzal, hogy a evafoamot használ, vagy kartonpapírt, papírmasét technikának. Ugye addig a kicsit leleményesebb cosplayerek már azt mondják, hogy így bele-bele kacsingatnak egy picit a 3D nyomtatásba, illetve a különböző kisebb kövek, vagy különböző kisebb dolgoknak a műanyaggal való kiöntésének. Hát igazából ugye egy filmes szakembernek az a lényeg, hogy mindenhez is értsen. Tehát ugye amikor ott vagy kinn egy forgatáson, és felmerül az, hogy ajaj, a színésznek mondjuk ketté tört a baltája, vagy a kalapácsa, de nincs belőle másik, és ezt ott azonnal a helyszínen meg kell javítani. A legtöbb esetben egy hatalmas nagy kis gurulós kocsikkal megyünk ki a helyszínre, és tele van mindenféle pillanatragasztótól elkezdve duct tape-in át, mindenféle javító készlettel, ami csak ugye lehetséges. Ha azt nézzük, ugye, hogy tényleg az anyagokat, technikákat nézzük, akkor ugye akár a szilikon öntésen át, a rotációs öntésig, a műgyantázáson keresztül, a szobrászatig, akár varrás, akár bőrdíszművesség, tehát tényleg festésen át mindenhez úgymond értenie kell egy valamit is mondó filmes szakembernek. Nagyon-nagyon kevés van tényleg olyan, aki mindenhez ért. Nagyon-nagyon sok stúdió vagy propos cég úgy van vele, hogy figyelj, ehhez az egyhez értsél, de ahhoz nagyon jól, és akkor különböző ágazatokra, különböző embereket vesz fel. De elmondhatjuk azt egyébként Magyarországon, hogy vannak olyan szakembereink, akik világszinten nagyon-nagyon megállják a helyüket. Különböző amerikai stúdióknál tevékenykednek, hatalmas filmes produkciókban, és mint ugye mondottam, hál' Isten Magyarországra is most már egyre sűrűbben eljutnak ezek a produkciók. Tekintve, hogy olcsók vagyunk. És tényleg, hogyha az ember beletekint egy ilyenbe, amiben mondom, nekem is volt részem, nagyon-nagyon más világ. Tehát voltam már magyar produkcióban, ezen kívül is más beosztásban. Nagyon-nagyon másképp zajlik egy kisebb, egyszerűbb magyar produkció, nagyon-nagyon másképp zajlik egy kisebb, egyszerűbb költségvetésű külföldi produkció, illetve hogyha megnézzük ugye tényleg a giga-mega produkciókat, akár egy Disney által, akár egy Universal Picture, akár bármi által, óriási különbségek vannak. Tehát filmezés és filmezés között is nagyon nagy elvárások vannak.
Nem tudom, esetleg valakinek valami kérdés felmerült. Nem? Jó, az a legjobb, hogyha nincs kérdés. Hát nem is tudom, mi az, amit esetleg tudnék nektek mutatni. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és bemutathattam a két fiatal embernek a munkáját is. Még egyszer egy nagy tapsot nekik, mert úgy gondolom, hogy megérdemlik. Nektek nagyon-nagyon jó szórakozást a mai napra, illetve a holnapi napra, az elkövetkezendő programokhoz. Engem itt a sarokban megtaláltok, de rajtam kívül nagyon-nagyon sok ügyes, cosplayes készítő van még jelenleg. Mindenkit keressetek fel, mindenkit nézzetek meg, érdemes. Köszönöm, szép napot nektek!